103 éve vannak jelen a védőnők az alap, illetve a szakellátásban. A várandosság első pillanatától, ugyanakkor a legszebb és legfontosabb percétől végig kísérik a kismamákat, a baba és a mama egészségét. Itt Székesfehérváron is méltóképpen emlékeznek meg a védőnőkre. Ezzel foglalkozunk a mai esti mérlegben, tartsanak velünk! A védőnők 103 éve vannak jelen az alap- és szakellátásban. Segítséget nyújtanak a legfontosabb életszakaszokban, a gyermekvárás mellett, az újszülött fogadásakor. Támogatják a családokat a gyerekek óvodába, iskolába menetelénél, emelte ki Bokorné Sike Erika, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Fejér megyei területi szervezetének elnöke, aki hozzátette, fontos, hogy a hálózatban dolgozó szakemberek munkáját évről évre elismerjék, díjazzák. Ez a mai nap egy igazi ünnep, azt gondolom, ma a védőnőket ünnepeljük. Mint minden ünnepnek, ennek is van természetesen üzenete. A védőnők gyakorlatilag mindenki életének a részesei, hiszen tőle tanulhatnak a várandósok, az áldott állapotban lévők, tőle tanulhatnak a kisgyermeket nevelő anyukák, majd a kamaszok. Rendkívül nagy az ő felelősségük. Azt gondolom, hogy a prevenciós munkában ők hatalmas feladatot vállalnak magukra. Ez a nap igazi ünnep, azt gondolom. Kell, hogy legyenek a mindennapokban ilyen pillanatok, amikor egymást megismer, egymás munkájáról számot adhatnak egymásnak a védőnők, és felkelthetjük a munkáltatók, a lakosság, a város és az ország figyelmét arra, hogy milyen áldozatos munkát is végeznek ezek a nők, hiszen a védőnők szinte döntő többsége nő, végeznek a nap, az élet minden napján. A kamara rengeteg dolgot tesz azért, hogyha tulajdonképpen a hálózatban dolgozó szakemberek munkája minél nagyobb megbecsültséget vívjon ki magának. Hogyan kell ezt elképzelnünk? Hát a kamara, mint minden egészségügyben dolgozóért, úgy gondolom köztestületként az elmúlt több mint 10 évben nagyon sokat tett. Kiemelkedő helyet foglal el, úgy is mondhatnám, hogy a kamara szívén viseli a védőnők sorsát, hiszen az előbb mondtam, hogy milyen komoly feladatot végeznek ők a mindennapjainkban. Az elmúlt években igen komoly lobby tevékenységet folytatott a kamara a védőnők érdekében, hiszen napjainkra azt látjuk, hogy lassan a védőnői szolgálat is hiányjal küszködik. Országos átlagban mintegy 10%-kal kevesebb a védőnő a szükségesnél, és ez is oka annak, hogy a kamara mindent megtesz azért, hogy a társadalmi elismertség mellett a védőnők anyagi elismertségére is sor kerüljön. Természetesen az a legfontosabb, mi legalábbis azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy a védőnők az egészségügyi bértábla alá, hatája alá kerüljenek minél hamarabb, hiszen ma ők a szakmai bérminimumot kapják, ellentétben más egészségügyi diplomással. Nem csak azért kell, hogy többet kapjanak a védőnők, mert határtalan munkát végeznek, hanem azért is, mert a társadalmi megbecsültség mellett az anyagi megbecsültség lehet a másik fontos tényező, ami a fiatalokat erre a pályára vonzaná. És ennek a mai napnak ez is a célja, hogy megmutassuk, hogy milyen a védőnők élete, és hogy újabb embereket vonzunk a pályára. És még azt szeretném elmondani, hogy ma kitüntetéseket is átadunk ezen az ünnepségen. Így lehetőséget teremtettünk arra, hogy a megyében dolgozó védőnők munkáltatói elismerést adjanak át az általuk legkiválóbbnak ítélt védőnők kollégának. Ezt a mai ünnepséget közösen szerveztük a Szakdolgozói Kamara, a Fejér Megyei Kormányhivatal és a Magyar Védőnők Egyesülete. Úgy gondolom, hogy ez a köztestület számára is fontos, hogy az egyéb társkamarákkal, illetve az egyéb társadalmi szervezetekkel, hivatalokkal egybehangzóan, közös akarattal tudunk tevékenykedni. Kovácsné Simon Zsuzsa 40 éve tevékenykedik védőnőként, 10 évet Tatabányán, 30 évet pedig itt, Székesfehérváron töltött hivatásában.
én 40 éve vagyok védőnő. Az első főiskolai évfolyamban végeztem én, és nem gondoltam, hogy 40 év alatt ekkora változás történik a szakmánkban. Nagyon sok rétű a védőnői munka, és ennek megfelelően alakultak ki az régi csak körzeti védőnői hálózatból családvédelmi szolgálatok, iskolavédőnők, kórházi védőnők, sok védőnő egészségnevelő munkát végez, ANTS-eknél dolgoznak, és ennek megfelelően folyamatosan képezzük magunkat, folyamatosan szükség van a napi tudásunk napi szinten tartására, elvárják a gondozottak, hogy babamasszás klubot tartsanak, szoktatási tanácsadó legyen egy védőnő. Gyakorlatilag ilyen pótmama szerepet is betöltünk a családokba. Nagyon sok feladatunk van a gyermekvédelemben, mi vagyunk a kapuőrök gyakorlatilag a gyermekvédelemben, és ugyanakkor az óvodákban, iskolákban egészségnevelés, szexuális életre nevelés, ott egyéni pszichológiai tanácsadást tartanak a kolléganők, és ennek megfelelően hát a társadalmi megbecsülésünk is szerencsére úgy tűnik, hogy nő. Ugye magyar örökségdíjas lett a védőnői szolgálat, hungarikum lett a védőnői szolgálat, ami sajnos a 40 év alatt nem sikerült, ez az életpályamodell kialakítása, és nagyon csalódottak voltunk akkor, amikor az egészségügyi bértábla kihirdetésekor a védőnők, és az egész alapellátás gyakorlatilag ebből kimaradt. Ezért minden szakmának vannak nehézségei, szépségei, de a védőnői szakszolgálat vagy szolgálatban mi az, ami a legszerethetőbb, és miért választják ezt a pályát? Hát nekem én körzeti védőnő vagyok, 40 éve, abból 10 évet Tatabányán dolgoztam, és 30 éve Székesfehérvárra jöttem dolgozni, és Székesfehérváron gyakorlatilag 25 évet egy körzetbe dolgoztam, és az ottani nekem született és nekem pici baba anyukák jöttek hozzám terhes gondozásra, és a folyamatosság, és azt látom, hogy tényleg van értelme a munkának, és hogy a szülők is, ha bármi gondjuk van, felhívnak, megkeresnek már akkor is, mikor nem hozzám tartoznak a gyermekek. Breyer Éva alpolgármester Hungarikumnak nevezte a magyar védőnői szolgálatot. Mondhatjuk azt, hogy talán a világon, de Európában is teljesen unikális Magyarországon a magyarországi védőnői szolgálat, hiszen nagyon-nagyon kevés olyan ország van, ahol működik ilyen rendszer. Mondhatjuk azt is, hogy igazi Hungarikum. Én felbecsülhetetlen értékűnek tartom. Tehát az, hogy van segítsége akár a kismamának már az állapotos korától kezdve, aztán később a gyermek megszületésén keresztül, de az iskoláinkban, ott vannak az iskolai területi védőnők, ott vannak az óvodáinkban. Hát csak gondoljunk bele, hogy mint minden kor, a mai kor is számos problémát hordoz magában. Én ezt teljesen természetesnek tartom, tehát minden kornak megvannak a maga sajátosságai, és hogy hát hihetetlen, felbecsülhetetlen érték az, hogy ebben van segítsége a gyermeknek, a szülőnek, vagy akár egy önkormányzatnak, vagy az államnak. És hát nyilván a rendszer pedig attól lesz nagyon működőképes, hogy azok a főként nők, akik védőnőként dolgoznak, mit tesznek bele szaktudásban, hogy teszik bele a szívüket, a lelküket, az odafigyelésüket, tehát én ezt egy igazi Hungarikumnak és nagyon felbecsülhetetlen értékűnek tartom, és hát most egy ünnepségre kerül sor itt a Magyar Királyban, a Védőnök Napja alkalmából, amiért hála és köszönet a szervezőknek. A védőnök 1915, azaz a jogelőd országos Stefánia Szövetség megalakulása óta jelen vannak, mind az alap, mind a szakellátásban. A területi védőnök a várandósok és gyereket nevelők körében, az iskolavédőnök az oktatási intézményekben végzik munkájukat, a kórházi védőnök jellemzően a szülészeteken, újszülött osztályokon dolgoznak, és a várandós gyermekágyas anyák ellátásában, a szoptatás segítésében, az anya és újszülöttje hazabocsátásának előkészítésében, az egészségnevelésben vesznek részt. A védőnői szolgálat hivatalosan is Hungarikumnak számít, hasonló csak Finnországban létezik. 2013-ban magyar örökségdíjat kapott a szolgálat, majd a Nemzeti Értéktár tagja lett. Csordás Ágnes, a Magyar Védőnök Egyesületének elnöke, a szolgálat megalakulásáig kalauzolt el a közönséget ünnepi beszédében. 103 évvel ezelőtt egy civil kezdeményezés hozta létre a védőnői szolgálatot, akkor úgy hívták a Stefánia Szövetség.
Ebből a szövetségből aztán elhajolódott az államállal is, mégpedig azért, mert a gyermekek értéke lenőtt, felértékelődött a családnak gyermek, hisz hatalmas volt a csecsemő halandóság. Nagyon sok gyermeket pusztított el a fertőző betegségek és a különböző nehézségek árán, az alulláttársából kifakadó betegség. Ezen az időben a babonák ellen küzdöttek a kérdőnök, a nők először a városokban, aztán Juha Béla segítségével, a közegészség feltanulásával, a falvakban is elértek a védőnök, ezek a tündérek, így is hallottuk már irodalmi ügyben, akik segítik a családokat és kísérik őket, várososságtól egészen az iskolában végéig, hogy egészségben fogantassanak, illetve egészségben nőhessenek fölünk a gyermekek, és a családok támogatásával a szülők megkapják azokat az ismereteket a babonákon túl, a tudományos ismereteket, amelyek segítik a mindennapokban a gyermek nevelést. A megyéből idén 5-en részesülhettek az év védőnője díjban a Védőnök napja alkalmából. Zsupáné Kucsera Mónika Seregélyesről, Veszeli Józsefné Iváncsáról, Gombos Tíme a Sárbogárdról, Komjátiné Kas Henrietta Morról és Kovácsné Simon Zsuzsanna Székesfehérvárról. Ezt követően elismerésben részesült Gál Gabriella kislángról, akit néhány nappal ezelőtt szintén az év védőnője díjjal jutalmaztak Budapesten. Kedves nézőink, ez volt már az esti mérleg. Remélem tudtunk hasznos és érdekes információkkal szolgálni a Védőnök napján. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!